Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! És én is köszöntöm szeretettel a nézőket, Isten áldotta, szép jó reggelt, szép napot! Katalin nővér a Segítő Nővérek kongregációjának a tagja. Mi mindig csak úgy mutatjuk be a nézőknek Katalin nővért, hogy segítő nővér, és azért is próbálom ezt most idehozni, mert egy különleges ünnepre készül a közösség, november 1-én és 2-án. Tulajdonképpen az alapítási időpontunk. November 1-én kapta azt az indítatást alapítónőnk, gondviselésről nevezett Boldog Mária, Eugénie Szmet, annak idején, hogy szükség lenne a tisztító tűzben szenvedő lelkekért imádkozni. Ez természetesen az akkori kor egyszerű fogalma volt. Majd másnap, november 2-án pedig, hogy erre a szándékra, erre a célra még nincsen szerzetes közösség. Vannak tanítórendek, vannak betegápolórendek is, sok-sok mindenféle céllal induló rend, viszont ezzel a céllal nincs. Így indult el az életünk akkor, majd választott lelkiséget, Szent Ignáci jezsuita lelkiséget, ennek az alapján indult tulajdonképpen a rendi alkotmányunk, a rendi konstitúciónk kidolgozása, és élünk a mai napig szerte a világon. A rövid nevünket használjuk, ami önmagáért beszél, viszont ilyenkor szívesen említem az eredeti, a teljes nevünket, a tisztító tűzben szenvedő lelkek. Ma már, azonnyat után, természetesen ez egy picit bővebb értelmet nyert. Tudnélik, az a földi életünkben elszenvedett, megélt nehézség, megpróbáltatás, így a veszteség, a halál is tulajdonképpen a tisztulásunkat szolgálja. Vagyis nem csak a halálunk után van ez a folyamat, hogy amíg eljutunk teremtettségünk céljához, az Isten színe látására, addig ebben a vágyakozásban élünk, ennek a vágyakozásnak a tisztuló hatását éljük meg. És ugyanez van itt a Földön. Amikor a nehézségekkel szembenézünk, ez valójában nem az Isten büntetése, ahogy nagyon sokszor használják, még hívő gyakorló keresztények is, hanem egy lehetőség. Pont a kamerákon kívül már picit beszéltünk arról, hogy arról a kérdésről, amit mondjuk a szenvedő, még akár hívő ember is sokszor föl tesz az Istennek, hogy miért mérte rám ezt az Isten, tehát hogy ezt a fajta keresztet, ilyen mértékű szenvedést. Tehát ilyenkor Katalin nővér hogy tudja vigasztalni a szenvedőket? Vigasz-e ez, vagy pedig egy együtt gondolkodás? Én bízom benne, hogy amikor a fájdalom elfedi azt az Istenbe vetett bizalmat, szeretetet, jóságot, kicsikét háttérbe szorul, kísértés természetesen, hogy akkor igen, ilyen gondolatok merülnek föl bennünk, én azt szoktam mondani, perlekedünk az Istennel. Egyrészt mindig megerősítem őt, hogy perlekedj, mert amíg perlekedsz valakivel, addig hiszed, hogy van. Tehát az Isten kapcsolatomnak az alapja az, hogy hiszem, hogy van. A következő gondolat az az, hogy megpróbáljuk együtt megnézni, hogy ez valóban büntetés-e, vagy tudjuk azt, elfogadjuk azt, hogy az Isten nem büntet, az Isten lehetőséget ad arra, hogy mi megtaláljuk saját magunkat, megtaláljuk azt az utat, ami hozzá vezet. Ez nem, szoktam mondani, rózsaszín felhőn, rózsaszín szánkon beszánkozunk a mennyországba, mert minket megkeresztettek, és mi hiszünk a jó Istenbe, hanem igen, ez azt jelenti, hogy vedd föl naponta a keresztedet. És itt az életünkben ez a kereszthordozás, a tisztulás, Jézus is végigment a keresztúton. Nemrég találkoztam egy nagyon kedves gondolattal, ami
megérintett, és egyre inkább szeretné magamévá tenni, és egyben átadni, hogy ugye mindenkinek a maga keresztje az, amit hordania kell. Sokszor ezt nehéznek találjuk, az Úristen mondja, válasz magadnak másikat, de csak-csak visszatalálunk a sajátunkhoz, mert az a miénk. De ezt sem egybe teszi ránk az Isten, mert ő nagyon jól tudja, hogy ez nehéz lenne nekünk, hanem Jézusnak is voltak segítői a kereszthordozásban, számunkra pedig Jézus felaprítja apróbb szálkákra, ilyen napi nehézségekre, amik lehetnek kisebbek, nagyobbak, de ezt ehhez való erőt meg is kapjuk. Tudjuk értékelni, és próbáljuk meg értékelni ezt, ahelyett, hogy az Istent akár csak perlekedés szintjén azzal vádolnánk, hogy hát akkor ő ezt most ránk mérte, de itt hagyott. Nem hagyott itt. Azok a családtagok, akik, vagy azok a személyek, most ugye, akik családtagjaikat, elhunyt szeretteiket siratják majd, vagy akikre gondolnak itt a következő napokban Mindenszentekhez közeledve, számukra vajon megint mi lehet az együtt gondolkodás, hogy akik, tehát mondjuk úgy érzik, hogy irreális volt mondjuk az a szenvedés, amit az ő családtagjuk, édesanyjuk, gyermekük, bármelyik szerettük, mondjuk az Istentől keresztként kapott. És nem tudják ezt megmagyarázni saját maguknak, nem tudnak egy nyugvó pontra jutni mondjuk ezzel kapcsolatosan. Az ő lelkükben valamiféle békét hogyan lehet teremteni? Különböző a hitünk mélysége, különböző lelki szinteken állunk, különböző képpen kapcsolódunk az Istenhez, az Isten jóságához. Ez egy picikét a hit próbája is, vagy a bizalom próbája. Ha csak most az utolsó időszakra tekintek vissza, járvány, háború, elszigeteltség, nem tudtak ott lenni, nem tudtak segíteni. Az egyik alapvető dolog az a tehetetlenségünk megélése. Viszont ezen egyféle módon tudunk tovább lépni, legalábbis én ezt érzékelem, ez a hitünkből fakadó bizalom. Uram Jézus, te jobban szereted őt, mint én. Te jobban tudod, hogy mi az, ami az ő üdvösségére szolgál. Számomra talán titok marad. Viszont az Istenbe vetett bizalmam fölélénkülhet, megelevenedhet, hogyha imádságban, odaadottságban magamat, és természetesen a szeretteimet, vagy éppen akivel kapcsolatosan ez az elengedés folyamata szenvedéssel társul, hogy ezt tudjam elfogadtatni, ezt tudjam vele olyan szinten megélni, együtt menni, nem tudom átvenni, csak együtt menni tudok vele, hogy ő ezt valóban egy lehetőségnek élje meg, és tulajdonképpen azzal, hogy ő osztozik a szenvedésében, együtt megy vele, ott vagyok mellette, akár egy haldokló mellett is, az elmúlt időszakomban is volt erre mód példa, hogy még a hozzátartozókat is segítenem kell, és utólag tudják azt mondani, hogy igen, segítség volt, amikor ezt vagy azt mondtad, amikor erre vagy arra felhívtad a figyelmet. Például azt, hogy engedd el az édesanyádat. Ő, amit az Úristen rámért, megtette. Most még egy gyógyszer, még egy kezelés, még. Nem. Ezt bízzuk szakemberre, bízzuk az orvosra, bízzuk a betegre.
Katalin nővértől hallottam már egyszer azt a mondatot, hogy kevésbé kedveli azt a kifejezést, hogy a gyász feldolgozása. Tehát, hogy itt a feldolgozás szóval vannak némi gondok. Miért? Miért mondja ezt Katalin nővér? Mert én számomra valamit feldolgozni, annak van egy alapanyaga, amiből valami lesz, valami más, és akkor azt föltettük a polcra, vagy el lehetett adni, vagy így tovább. Hosszú évek pastorációs gyászolók kísérése, tapasztalata mondatja azt velem, ez 20 év, ez 30 év, vagy még több lehet, hogy nem. A gyász az nem ezek közé tartozik. Nem megfelelő a szó. Tudnilik, azt hiszik, hogy na most akkor feldolgoztam, kipipáltam, elmúlt. És látjuk azt, hogy a feldolgozatlan, tehát a meg nem élt, az át nem élt gyász, az mennyivel később milyen súlyos problémákat tud előhozni. Tehát én inkább arra szeretném a gyászolókat segíteni, hogy tudjanak ezzel együtt menni. Tudják elengedni a halottjukat, vagyis rábízni a gondviselő Istenre egy hívő ember esetében. Egy nem hívő ember esetében csak annyit tudok mondani, hogy mesélj nekem róla, mesélj nekem a nehézségeidről, és én elmondom az én barátomnak, aki tud segíteni néked, lelkedet elcsendesíteni, szelidíteni ezt a fájdalmat, vagy ahogy egy édesanyja, ezt is szívesen használom, azt mondta, tudod, körülfonja az élet, a mindennapi élet, a gyászomat, de ez nem azt jelenti, hogy elmúlt, sem egy házasság hosszú évtizedei után, sem egy elvesztett magzat vagy gyermek után. Katalin nővér gyászpasztorációs szolgálatában mennyire, hát hogyha így lehet érni ezzel a szóval, mennyire volt segítség az, hogy az Országos Onkológiai Intézetben talán több mint 10 évig, vagy 10 évig volt anesteziológus? Igen. Ott gyakorlatilag a műtőasztal mellett, mint asszisztensek, illetve hát utána akár egy rövid ideig, vagy előtte a betegágy mellett, igen, nagyon sokszor találkoztunk azzal, hogy már az emberi segítség határáig értünk. És természetesen volt olyan, amikor tudtunk segíteni műtétek sora, vagy egyáltalán kezelések sora. Viszont mégis egy nagyon közeli, nagyon halálközeli lelkület volt a mindennapjainkban. Tudtuk azt, hogy ideig, óráig tudunk esetleg segíteni. Az akkori képzésem során tudom, nagyon nehezteltem arra a társamra, aki azt kérdezte tőlem, hogy lehet egy halálgyárban dolgozni. Ez messze nem így volt. Örültünk, hogyha csak hónapokat tudtunk ajándékozni egy betegnek, egy sikeres műtéttel, mert az alatt esetleg egy unoka megszületett, az alatt egy gyermek esküvője megtörténhetett, és ő már ennek az emlékével indult. Hát ez még ugye az előző társadalmi rendszer idejére esett, amikor bizony magamfajta hívő lélek, sokszor ott imádkoztam, amíg a beteg aludt, amíg a műtét ment, hogy Uram Jézus, tedd vele, add meg neki mindazt, amit hát sorsát meghatározta. Legyen ez fiatal vagy idős, egyszerű ember vagy a professzor, mindig mondtuk, hogy nekünk ott egy a betegek közül, egy az, aki azzal a reménnyel feküdt oda, hogy életet kap. Professzorról jut eszembe, hogy nem olyan régen volt bent itt nálunk Vágvölgyi Éva. Ugye a Szent Járomos Biblia Társulat volt főtitkára, és hát dr. Tarjányi Béla professzor úr, professzoratja, sokáig kapott kemoterápiát, járt a betegségével, tehát nagyon sokáig, hosszú időre nyúlt ez a fajta hát szenvedés, sajnos. És hát pontosan az, ami a beszélgetésünk témája, tehát, hogy gyász, továbblépés, és a végén ott a derű.
hogy a szenvedés közepette azt fogalmazta meg az Éva, aki ugye közelről is ápolta Tarjányi atyát, hogy egyfajta nagyon szép derű volt látható az ő arcán mindig. Ahogy említettem ezt az úriembert, akivel minap telefonon beszéltem, és aki valami olyan átható bizonyossággal, nem láttam az arcát, de el tudtam képzelni, hogy azt mondja, hogy én nem voltam megtörve, mert én tudtam, hogy a feleségem olyan jó ember volt, hogy ott van. Tehát igen, ez a fajta belső bizonyosság jön abból, amit a hit ajándékának érzek és tudok. Ez az, amikor szintén egy gyászolóm arról tett tanúságot, hogy egy álmában, amikor a férjének a további sorsáért aggódott, hogyan tovább az élete, akkor ezt hallotta, ahogy ő elmondja, hogy gondolod, hogy te jobban szeretted a párodat, mint én. És ez azóta is megerősítette őt, és tud azóta is a gyászolóknak segítője lenni, és elmondani azt, hogy igen, tudtunk vele együtt imádkozni, tudtuk őt elkísérni, és én bennem most ez a meggyőződés, ez a tudat van, hogy igen, az Isten jobban szerette őt, mint én. És ezért tudtam őt elengedni. Tehát ez a derű, ez nem a happy kategóriájába tartozik, hanem egy belső békesség megélése. Egy belső nyugalom megélése. Az, ami nem régen egy temetési szentmisén volt bennem, egy közeli ismerősünknek a temetése volt, és a négy fia valami fantasztikusan állította össze a gyászmisének a felépítését, de még az énekeit is, majd amikor a templomból az urna temetőbe a legfiatalabbikjuk vitte az édesanyja urnáját, három gyermekéből a két nagyobbik ott volt, ez ilyen 7 és 5 éves nagyságrend, futottak utána, és az ő kezét fogták, nem az édesanyjuknál maradtak, mert bennem valahogy ez volt, és utána látva ezt a megbékélt derűt, hogy ők igen, úgy, hát akkor mentek a nagymamival, mert hát apa ment, és akkor mentek vele. Tehát, hogy nagykönyvi mintája volt számomra annak például, hogy a gyermeknek is lehet közel hozni. Most, hogy a halottak napja következik, vigyék őket ki együtt a temetőbe. Talán már egyszer vallottam arról, hogy nagy családból származom, és nagy családban lehetek a része se, és igen, mi ilyen 35-40-en indulunk egy halottak napján, most is már megvan az időpont, hogy mikor a temetőbe a hozzátartozóinkhoz, szüleinkhez, nagyszülőkhöz, testvérünkhöz, és az összes apró nép. Az apró nép az a 20 unoka, öcsém, húgom unokái, és vagy egy kis gesztenyét gyűjtögetünk útközben, és tesszük ki keresztalakban, teszik ki a sírkőre, vagy nagyon szeretik a nagyobbak, ha már meg tudják nyomni ezt a gázos öngyújtót, akkor a gyertyácskákat gyújtogatják, de ugyanígy megállunk a kereszt előtt, a közös, hát így mondom, emlékhely előtt minden temetőben van, közösen, hangosan imádkozunk azokért a hozzátartozóinkhoz, kért, akikhez már nem tudunk esetleg eljutni. És természetesen minden olyan halottért, akiért már nem emlékezik meg senki. És ha már a temetőt járjuk, akkor hadd mondjak egy mozzanatot még el az alapítónőnk életéből, amit én, amióta ezt megismertem, élek.
kint járt a temetőbe, fiatal lányként, és nagyon rendezett, gondozott sírok voltak. Viszont talált egyet, amelyik gondozatlan volt. Ott megállt, és a következőről elmélkedett. Vajon, ha ez a sír ilyen gondozatlan, vajon arról a lélekről gondoskodik-e valaki, aki ebben a sírban, akinek a testét ebben a sírban rejtik. Úgyhogy én útközben, ha temetőben járok, megállok gondozatlan sírok előtt, és azért a lélekért mondok el imád, akinek a porai ott nyugosznak, mert ha nem gondozták a sírt, valószínű, hogy már esetleg a lelkére sem tudnak gondolni. Tehát gondoljunk azokra is ezekben a napokban, akiért már nem tud, vagy nem imádkozik senki. Katalin nővér, nagyon köszönjük ezt a lelki tanítást itt Minden Szentek és Halottak napja előtt, és talán ez az utolsó gondolat is, hogy imádkozzunk azokért is, akikért nem imádkozik senki. Ez egy útra való lehet a következő napokban, elsőig, de mi az még, amit a gyászolóknak, mikor ilyenkor a gyász ugye felerősödik, üzenne Katalin nővér? Hát holnap kezdődik épp egy háromnapos programunk, amit mindig így időzítek, hogy Minden Szentek és Halottak napja előtt gyászolók számára, ez Tahiban van, a Szív-Lelkiségi Központban. Tulajdonképpen most éppen a Szentlélek közreműködését, a Szentlélek jelenlétét szeretném kiemelni számukra, hogy igen, a lélek működik bennünk. A lélek, aki a káosz felett ott lebegett a teremtésben, aki lélek beárnyékolta, megárnyékolta szűzanyát a megtestesülésekor, Jézus fogantatásakor, és a lélek, aki a vigasztaló lélek, akit elküldött az Atya, amikor elment Jézus, és azt mondta, elmegyek, hogy elküldhessem a vigasztalót. Ez a vigasztalás, ez csak az Istentől jöhet. Mi emberek mondhatjuk, hogy együtt megyünk veled, nem tudjuk biztosra mondani, hogy együtt is érzünk, mert nem tudok helyetted érezni, de azt, hogy a lélek viszont igen, ő indít, ő vigasztal, és ő az egyedüli, aki vigasztalni tud. Katalin nővér, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, hogy befáradt hozzánk. Tudom, hogy ez az időszak pontosan ezért nagyon, nagyon sűrű. Katalin nővérnek is köszönjük, hogy időt szánt ránk, és szeretettel várjuk máskor is. És azt tudom mondani, hogy a közösségünk tagjai ilyenkor különösen imádkoznak az elhunytakért, és még inkább azokért, akikért már nem imádkozik senki. Áldott ünnepet kívánok akkor elsőjére, másodikára a közösségnek, és köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenre kiámen.